Ezt a kutyát lopta el az a pécsi férfi, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási és nyomozó ügyészség. A vádirat szerint az elkövető a tavalyi év végén éjszaka kerékpárral tartott hazafelé Pécs külvárosi részén, amikor egy családi ház udvarából kutyák nyűszítését hallotta. A vádlott bement az udvarba, és ott meglátott két kutyát egy kenelben. Az ott lévő drótkerítéses kutyaházat egy bottal felfeszítette. Magához csalogatta az itt lévő kutyát, egy 70 ezer forint értékű veszti fajtájú kutyát. Ez a kiskutya nagyon barátságos volt, és a vádlotthoz ki is ment. A vádlott akkor ezt a kutyát egyszerűen a hóna alá fogta, és elindult vele hazafelé. Menet közben azonban meggondolta magát, és a kutyát elengedte. Ezt a kiskutyát másnap reggel ismeretlenek találták meg, akik állatorvoshoz vitték, itt pedig a csipnek a segítségével sikerült a kutya gazdáját azonosítani, és neki ezt a kutyát vissza is adták, így a 70 ezer forint lopási kár az teljes egészében megtérült. A vádlott egyébként beismertetettét, most szabadlábon van. Vele szemben az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság mellőzze a tárgyalást, és büntető végzés alkalmával pénzbüntetést szabjon ki. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a pécsi járásbíróság dönt majd.